A kiskutútja szombaton is megtelt élettel, a fehér sport barátaira egy tradicionális megmérettetés várt, hiszen ebben az esztendőben is megrendezték a nőnapi vegyespáros tenisztornát. Ez most már hagyományjá kezd válni itt nálunk a Kiskut Teniszklubban ez a rendezvény, a nőnapi vegyespáros torna. Most egy szomorú dolog kapcsán egy volt alkalmazottunk eltávozott, és az ő emlékére rendeztük meg ezt a mai teniszversenyt. Nem lett túl nagy létszámú, mert a helyi vendégek azért itt hagytak minket, elmentek most síjjelni, de azért szép számmal így is összejöttünk. A jó hangulatú verseny előtt is népszerű program várta a kiskutútja vendégeit, hiszen a világon egyre népszerűbb a kardiotenisz, sokat segíthet a szív- és érrendszeri problémákkal küzdőknek is. A verseny előtt megrendezésre került az első kardió tenisz itt a Kiskút Teniszklubba. Ez két helyi edzőnk lebonyolításával történt, Fricska Fanni és Nagy Judit szervezésébe zajlott le, és nagyon nagy sikerrel, azt lehet mondani. 16 fővel indultunk, és végigcsináltuk. Én is jó magam részt vettem rajta, kemény volt, és remélem majd többen fognak jönni a következőre. A nőnapi versenyen indulóknál idén sem a győzelem, sokkal inkább az együttlét öröme volt a kulcs ahhoz, hogy egy mosolygós napot tölthessenek el együtt a sporttal, egymással.